Egy hét sincs már a tanév kezdésig, de még mindig több száz tanári és tanítói állásajánlat közül lehet válogatni a Belügyminisztérium által üzemeltetett közigállás portálon. Nem sokkal jobb a helyzet a profession.hu oldal hirdetései szerint sem, itt is számos intézmény keresi leendő munkatársait. Az iskolaiakon kívül sok óvodapedagógus, dajka is hiányzik, emellett gyógypedagógusból és testnevelőből, valamint pszichológusból is többre lenne szükség. Pótlásukra mielőbb szükség van, a tanév ugyanis hagyományos, személyes formában kezdődik ez szeptember 1-én. A probléma orvoslása a térségünkben is elengedhetetlen. Itt a megyénkben ez közel ugye 140 betöltetlen álláshelyet jelent, ami a közigálláson jelent meg. Ugye másfajta ugye álláskereső portálon, ugye, ahogy utána nézünk, szintén Szabolcs megyére leszűrve, ott már azért ettől magasabb számokat is talál az ember. Nagyon nagy a hiány igazából a matematika, fizika, mondhatni itt akár a kémia, biológia szakos tanárokról, illetve nem beszélve a nyelvszakos tanár hiányáról. Többek között egyébként az informatikusok is viszonylag ugye nagy hiány jelentenek, ugye informatika szakos tanárok sincsenek. Tehát elég sok olyan idézőjeles űr tátunk itt jelen pillanatban a pedagógus társadalomban, amelyet ugye nyilván jó lenne valamilyen módon ugye pótolni. A gondokat tetézi, hogy miközben nagyon sokan mennek majd nyugdíjba a következő években, egyre fogy a pályakezdők száma is. Fülöp Attila elmondta, hogy országosan úgy megyénkben is nagyon kevés a 30 és 40 év közötti pedagógus. Hozzátette, nem vonzó a pálya a fiatalok számára, egyre kevesebben választják ezt a szakmát, amelynek egyik fő oka a nagy terhelés. Noha a tanárok, tanítók kötött óraszáma 22 és 26 között mozog, ehhez még hozzájönnek a helyettesítések és az órákra való felkészülés, valamint a dolgozatok, feladatok kijavítása, vagyis jóval többet foglalkoznak munkával heti 40 óránál. Az alacsony bérek szintén nem jelentenek komoly vonzerőt, a pedagógusok fizetésének vetítési alapja ugyanis még mindig a 2014-es minimálbér. Az érdekvédelmi szervezet álláspontja szerint, ha a kormány nem dönt béremelésről, nem emeli a pálya presztízsét, néhány év múlva nem lesz pedagógus, aki tanítsa a gyerekeket. Ugyanaz idéntől, tehát gyakorlatilag ugye most minden pedagógus, tehát mindenki, aki ugye közalkalmazotti státuszban van, az egy ilyen 10%-os bérpótlék növekménnyel ugye számolhat, mint ugye fizetésemelés, de ez összességében még nem fogja megoldani azt a problémát, hogy jelen pillanatban ugye egy szakmunkást, ugye jóval többet keresett, mint az, aki jó pár évet áldozott arra, hogy nem egy, hanem akár több szakos pedagógussá váljon, akár egyetemi végzettséget szerzett, és nyilván ugye a szakmájának, aki már mondjuk több éve, 10 éve, 20 éve, 30 éve a pedagógus pályán van, tehát nincs érezhető különbség itt a pedagógus bérekben, a megbecsültség, illetve a pedagógus pályán eltöltött ugye évek számát tekintve. A megyei elnök úgy látja, ha nem rendezik ezeket a kérdéseket, pár éven belül égető problémává válnak. Mint fogalmazott, a szakképzés átszervezésével ezen a téren már érzékelni az anyagi megbecsülés jeleit, bár pár tanév kell hozzá, hogy lássuk, valóban jobban jártak-e ezek a pedagógusok. A kormány közben úgy döntött, 400 hátrányos helyzetű településen több mint 10 000 pedagógus és az oktatás segítő kolléga kap bruttó 500 000 forint egyszeri juttatást. Hogy pontosan kik és mikor jutnak hozzá a plusz pénzhez, arról egyelőre nem közöltek részleteket.